Igen, vigyázz, melyiket kapcsolod le, mert... Itt van mindenki? Na, akkor megpróbáljuk. Hol Mészáros Károly vagyok, szervusz, üdvözöllek, tisztelettel igazgató úr. Igazgató úr, nagy tisztelettel üdvözöllek egy nagyon színvonalas társaság nevében. Itt van Pete Gábor úr, Budapesti Távközlési Osztályvezető, illetve igazgatóhelyettes úrunk, illetve az ország összes távközlési alosztályvezetője, valamint a kivitelező, illetve a műszaki ellenőr képviselője is. A mai napunk, a mai összejövetelünk apropója, hogy az LP típusú telefonközpontok ünnepélyes lekapcsolása, és szeretnék én tőled engedélyt kérni, hogy akkor ezzel az utolsó beszélgetéssel lekapcsoljuk a telefonközpontokat, és egy több mint 20 éves üzemelés végére pontot tegyünk. Igen, ezt elfelejtettem volt mondani. Hát a utolsóként az engedélyt megadom. Köszönjük szépen, és akkor a kikapcsolást végrehajtjuk. Köszönjük, szervusz, minden jót neked! Akkor fölkérem Korontos Zoltán urat, a helyi távközlési szakasz vezetőjét, hogy egy laza kézmozdulás. Most akkor kapcsolt ki még egyszer, mert nem biztos, hogy sikerült. Nem, mert visszakapcsolni. Tehát körülbelül ennyi volt. Ki kéne kapcsolni, és akkor most lehet. Körülbelül ennyi volt ez a több mint 20 év. Én azt gondolom, hogy... Én azt gondolom, hogy ez egy eredményes, eltelt időszak volt. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki az üzemeltetésben részt vett, szerintem megtettük, amit meg kell tennünk. Úgyhogy akkor nézzetek körül, ha gondoljátok, tehát ugye ez volt a múlt, ha úgy tetszik, és akkor itt az ajtó mellett balra, ott meg a jelen. Ugye hát az egy picit kisebb. Szerintem 20 év múlva, ha legközelebb találkozunk, akkor már gondolom a falon lesz egy ilyen 5x5-ös doboz, ami egyszerúza ellenmel elmegy fél évet. Jó? Tehát akkor egy picit átmennénk. Ugye múlt és jövő, vagy a jelen, ha úgy tetszik, hát inkább már a jelen, hiszen már több mint egy hete erről a telefonközpontról kerülnek kiszolgálásra az előfizetői. Sajnos látjuk először az egész országban. Így van, szóljak, és megköszönhessem azt a lehetőséget, hogy részt vettünk ebben a nagy projektben is. Mint tudjátok, már nagyon sok éve, 24 éve, 22 éve a MÁV-val kapcsolatban vagyunk, a korábbi előtt vállalatokkal kapcsolatban, és a mi célunk az az, és azért is jó, hogy vannak ilyen alkalmak, hogy megismerjük azokat a apróságokat és fontosabb dolgokat, amiknek az ismerete kell nekünk ahhoz, hogy számotokra a legjobb megoldásokat és a legjobb szolgáltatásokat próbáljuk kifejleszteni, mert meggyőződésünk az, hogy a MÁV-nak speciális környezete, speciális igénye és speciális feltételei vannak, ami között dolgozik. Úgyhogy igazából ezeknek a projektnek a sikeressége az elsősorban azoknak a kollégáinknak köszönhető, elsősorban Istvánnak, akik ugye már nagyon régóta gyakorlatilag a ti köreitek közül kerültek ki. Azt nem valószínűleg nem tudjátok, én 1990-ben kezdtem dolgozni, és egy zebra
távolságra dolgoztam a MÁV Szegedi Igazgatóság épületétől sok éven keresztül, és az ottani hírelástechnikai egyesületen keresztül nagyon szoros kapcsolatban voltunk a MÁV-os távközlő kollégákkal. Én Matárnál dolgoztam, és ugyanazok, mivel üzemeltetési vezető voltam sok éven keresztül, később az MITER-hez kerültem, ugyanazokkal a problémákkal találkoztam, ugyanazokat a berendezéseket használtuk, mint amiket itt látjátok. Az LP512-t azt még katonakoromban ismertem meg, illetve utána nálunk is volt. Ezek a alközponti, illetve főközponti megoldások, vívős berendezések, LVK-k és egyebek, amiket a kollégákkal itt fölidéztünk, ezek nálunk ugyanúgy működtek. Tehát nagyon jól ismerem ezeket a dolgokat, és ezekben, ezeket az ismereteket és élményeket próbáljuk felhasználni akkor, amikor számotokra próbálunk olyan megoldást keresni, ami talán megfelelő. Az érzelmi kötődésem a MÁV-hoz picit korábbi, a 80-as évek elején a szegedi MÁV igazgató lányának udvaroltam, nagyon basszus volt. És azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt az alkalmat egy picit megörökíteni. Az egyik megoldás az az lett volna, hogy egy ilyen nyakbalkasztós márvány táblát csináltatunk, csak gondoltam, hogy ez talán nehéz lesz. Egy más megoldást találtunk, és gondoltuk, hogy ezt az alkalmat egy ilyen általános ruhaneművel örökítenénk meg, úgyhogy mindenki számára hoztunk különböző méretekben ilyen pólókat, és hát most eljön az igazság pillanata, mindenkinek be kell vallani az igazi méretét. Az Istvánnal közösen szeretnénk ezt nektek átadni, illetve még egy kis apróságot, az egy ilyen USB-s elosztó, ez pedig már ugye a mostani megoldásokat tükrözi. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni egyrészt a segítő hozzáállásotokat, másrészt azt a szakmai hozzáértést, ami lehetővé tette nekünk, hogy nagyon hatékonyan dolgozzunk veletek. 79 plusz 5 helyszín volt az, amit a novemberben kötött szerződéstől az utóbbi néhány hétig upgrade-eltünk, bővítettünk, korszerűsítettünk, létrehoztunk. Úgyhogy ez egy nagyon szép és nagyon klassz projekt volt. Még a reméljük, hogy a próbaüzem sikeres lesz, és akkor egy sikeres projektet tudunk lezárni. Még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget és a közönségeket. Attila, mi köszönjük a értékes szavaidat, illetve a nagyon sok ajándékokat, bár nekem mindig azt mondták, hogy nem a véret a lényeg, most rávilágítottál, hogy ez nem így van. Én meg szeretném kérni Varga Andrásnak, a területi igazgatóság műszaki igazgató helyettesét, hogy néhány szót szóljon hozzá. Először is én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a mindent. Ezt szándékosan mondom így, mert itt előttem elhangzott már osztályvezetőről vállalkozó Pete Gábor úr részéről, többek részéről, hogy mindenkinek köszönöm mindent, teljesen jogos és nagyon tiszteletre méltó dolog. Én nem szeretném ezt überelni. Én mindenkinek, akinek a legkisebb köze volt ehhez a történethez, én mindenkinek nagyon szépen köszönöm a hozzáállását, és ahogy szokták mondani, ez nélkületek, nélkülünk nem jöhetett volna létre, és nem, egyrészt nem ünnepelhetnénk itt közösen egy ilyen történetet, másrészt a pécsi igazgatóság még mindig nem lépett volna be a digitális telefonok világába, amit ugye az elmúlt 10-15 évben folyamatosan hát nem nehezményeztünk, hanem hiányoltunk, úgymond a területről. Én ettől függetlenül, hogy mondtam, hogy nem köszönök senkinek semmit, hanem mindenkinek mindent, azért a teljesség igénye nélkül én szeretném a Pete Gábor úrnak megköszönni az előadását, különösen a történelmi jellegét, mert azzal rávilágított egy olyan nagyon fontos pontra, ami a pécsi igazgatóság, üzletvezetőség, mikor éppen minek hívták, úgymond hozzáállására az ilyen dolgokba. Nagyon sok mindenben a korábbi évtizedekben élenjárók voltunk ezen az úgymond innovációs területen. Bevállaltunk nagyon-nagyon sok minden olyat, amit hát örömmel tettünk, és hát meg is lett az eredménye. Sajnos ki kell mondani, ennek a
az RP központra éppen a hátránya volt, mert mi most épp utolsók lettünk a sorba, de én úgy gondolom, hogy akkoriban 91-92-ben az RP központra viszont élen jártunk. Ezt egyrészt ugye köszönjük az akkori MÁV vezetésének, a MÁV 9 szakos vezetésnek, akkor így hívták a társaságot, illetve hát a mi helyi szintű vezetésünknek is. Én szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a beruházás, vagy ez a munka, ez ahogy osztályvezető úr említette, nem egy nap alatt jött létre, hanem ez egy hosszas előkészítő munka eredménye volt, amelyben szintén az akkori főosztálynak a hozzáállását és az agilitását szeretném megköszönni, és a jelenlegi osztályvezető, illetve a munkatársainak is a hozzáállását. Én egy kicsit a történelemre visszatekintenék, akik ismernek, azok tudják, hogy ilyen történelmi jellegű dolgaim vannak, mindig szoktam példálozgatni. Én nem is az, hogy kiegészíteni, csak úgy adalékként mondanám a Fete Gábor úr történetéhez, hogy ugye a telefonokra és a telefonközpontokra, illetve a hangra emelte ki az előadását, bár az elején a távirót megpendítette. Azért mondanám, mert lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy ugye a TV55-ös táviró központ az ugye a Pécsi Igazgatóság területén került akkoriban úgymond először beüzemelésre, és itt kapcsolódnánk ehhez a mondván azt, amit a Pete Gábor úr, hogy hát nem ám a postán, meg nem az akkori postán, a mostani határnál volt először távválasztás, hanem a MÁV-nál, és én meg mondanám, hogy nem a hangban, hanem először a távíróban volt úgymond távválasztásunk. Tehát az akkori távíró központ, ez az emelő választó rendszerű Siemens típusú telefonközpont, a TV55, ha jól emlékszem, ez tökéletesen tudta ezeket a történeteket. Igaz, hogy nagyon korlátozott számú előfizetői vonalra ment a történet. Ez csak úgy, hogy eszembe jutott, és úgy gondoltam, hogy elmondom. Annál is inkább, mert amikor a távíró központok lecserélésre kerültek, nagyon fájt a szívünk, bár nem nok nélkül nézek oda az új távíró központok, viszont meghozták a maguk eredményét. A területi igazgatóság nevében még egyszer nagyon szépen megköszönöm mindenkinek a munkáját és a közreműködését ebbe a projektbe. Én úgy gondolom, ezzel vált teljessé a MÁV hálózata, illetve hát a Pécsi Igazgatóság lefedettsége digitális telefóniában. Régi álmunk úgymond megvalósulható, hogy most már végre tudunk számlázni, ha akarunk. Végre tudjuk azt, hogy ki hív bennünket, ugye ma már ez elvárás, alapvető követelmény. Ez csak nálunk hiányzott eddig az országban, most ez is megvalósult. És hát remélem, hogy sikerül sokáig használnunk ezeket az eszközöket, és ki fogjuk tudni szolgálni vele kellő színvonalon a felmerülő igényeket, ami kicsit zárójelben mondom, egyre inkább visszaszorulnak, ezt ki kell mondani, mert talán azzal, hogy minőségibb szolgáltatást tudunk nyújtani, várhatóan, remélhetően versenyképesek tudunk maradni a egyéb telefonnyel dolgokkal. Még egyszer nagyon szépen köszönöm az igazgatóság nevében a tett munkát és a hozzáadott értéket ehhez a tevékenységhez. Köszönöm, és ahogy látom, itt az osztályvezető rendesen készült, és akkor átadnám neki a szót, ugye a lényegi része is, hogy rátérhessünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, igazgató pedagógus szavait. Én azért még megkérnem Fóti László úrat, aki az egész beruházást, mint műszaki ellenőrt is érte szemmel, figyelemmel, hogy néhány szót azért ő is mondjon nekünk. Hogy látta ezt az egész folyamatot? Én különösképpen nem készültem. Másfél éve kerültem át a beruházókhoz a távközlési alosztálytól, és kapásból ez lett az egyik fő feladatom, és én nagyon örülök ennek, mert jó összetett volt, és még lesz is a lezárásáig, és az egész területet így, az egész országot megismerhettem minden alosztályvezetővel, föl kellett, hogy vegyem a kapcsolatot. Műszakilag is kinyílt egy kicsit a világ számomra, és láttam, hogy mindenki mennyi munkát fektetett ebbe. Remélem sikerül
megnyugtatóan lezárni. A pécsi területen is lezárodott, egyetlen egy rész van vissza, ami fontos elem, ez a díjszámláló rendszer, amivel kapcsolatban még küzdünk, hogy tökéletes legyen. Mindenkinek köszönöm a munkáját, és hát most ennyi egyelőre. Köszönjük szépen, Oszkár. Összegezve ezt az egész folyamatot, én úgy látom, hogy és úgy gondolom, hogy ez egy eredményes beruházás, hiszen itt a szállító, a műszaki ellenőr, az üzemeltető mind ugyanaznak a célnak az érdekében tevékenykedett. Éven ugye, hogy ez egy korszerű, új berendezés üzembe menjen, a szerződéseknek megfelelő határidőnek, egyéb feltételeknek megfelelő minőségben, mennyiségben. Én azt gondolom, hogy ezek mind teljesültek, ezek az elvárások, amit a szerződés megfogalmazott, határidőn belül megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben telepítésre, illetve beüzemelésre kerültek ezek az új eszközök. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor, hogy egy picit emeljük akkor tovább az egész nap fényét, felszolgálnánk nektek egy kis házi készítésű ebédet. Az ebédről annyit kell tudni, hogy ha ízlik, akkor én csináltam, ha nem, akkor van egy 198 centis magas kolléga, aki a reklamációkat fogadja. Egyébként a Hózi Béla szakértő kollégám készítette az ebédet, akiről hát tudni érdemes, hogy ő a vasutas napon már hagyományosan megrendezésre került örkötfőző versenyen többször elhozta az első díjat. Egyik másik első díjat mind a mai napig még keresik, de egyébként tényleg igen jó termékeket szokott előállítani. Remélem nektek is ízleni fog. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.